Kedves nézőink, egy nagyon érdekes témával folytatjuk a mai Itthon-Otthon című magazin műsorunkban. Egy igazán egyedi és innovatív fejlesztést próbálunk önöknek bemutatni két fiatalember társaságában. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok és elfogadtátok a meghívásunkat. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, Cseh Józsefet és Sziszák Imrét. Köszönjük tehát még egyszer, hogy itt vagytok, üdvözlünk titeket. Mi is köszönjük a meghívást. És üdvözlünk a nézőket. Ugye azt mondtam, hogy egy nagyon érdekes és nagyon innovatív dologról fogunk beszélgetni. Nagyon sokan tudják már a városban, itt Hajdonáláson azt, hogy mi az, amit ti elkezdtetek, milyen munkába vágtátok a fejszéteket, és szerintem most nagyon sokan a tévéképernyő előtt azt mondják, hogy á, igen, én már hallottam róla. Na de hát akár az ő számukra is tudunk nagyon sok újdonságot mondani, de azok számára meg pláne, akik még nem tudják, hogy mi ez a fejlesztés, amiben itt belevágtatok, mert ez tényleg egy nagyon-nagyon érdekes téma. Hát akkor kezdjük is onnan, hogy annól nagyon régen így kitaláltuk igazából, hogy valamilyen szinten burkolatot kellene fejleszteni. És Miklós most sajnos nincs itt, de ő is hajdonállási. Neki jött egy ilyen ötlete, mert ő egyébként tájépítész, hogy mi lenne, hogyha a klasszikus beton térköveket lecserélnénk valamilyen megújuló anyagra. És innen jött igazából az egésznek az eszméje, hogy csináljunk valamit megújuló anyagokból. Jött is az ötlet, hogy akkor használjunk újra műanyagot, hasznosítsunk újra műanyagot, és ebből formázzunk úgymond burkolatot. Majd így szépen lassan mi is így beleestünk a projektbe, és én gépészmérnök vagyok, jött szó az vegyész, és villamosmérnök is félig vendég, és így végülis összeállt egy olyan koncepció, hogyha már van egy jól formázható anyagunk, akkor ebben miért ne rakjunk bele olyan funkciókat, amivel például energiát lehet termelni, vagy bármilyen szinten interakciót lehet kiváltani a felhasználókkal. Ez tényleg úgy jött ez az ötlet, hogy leültetek és elkezdtetek beszélgetni, és addig ötleteltetek, míg összeállt a kép? Hát az én emlékezetemben ez úgy van meg, hogy Miki álmodott egy rosszat, ami arról szólt, hogy csináljunk műanyagból térburkolatot, és akkor felhívta azokat az ismerőseit, azt hiszem első körön engem és Imit, hogy tudta, hogy van valami közünk a műanyagiparhoz, hogy lehet-e műanyagból térburkolatot készíteni. Megírja, és egyáltalán rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal bármilyen műanyag, hogy erre a célra alkalmas legyen, és akkor azt mondtuk, hogy igen. Utána összeültünk szépen hárman, és felfejlesztettük az ötletet egy picit többre, mint egy klasszikus térburkolat, ahogy Imi is elmondta, ezeket a funkciókat megnéztük, megvizsgáltuk, hogy mit lehet integrálni, és akkor összeraktunk egy komplexebb ötletet. Ugye most ott tartunk a történetben, hogy hogyan lehet térburkolatot előállítani műanyagból, tehát azt a hihetetlen nagy mennyiségű szemetet, amit az emberiség termel a műanyagok tekintetében, azt hogyan lehet visszaforgatni és valami használható dolgot csinálni belőle, és aztán, ahogy mondtátok, tovább álmodtátok, de hát olyannyira tovább álmodtátok, hogy itt már energiatermelés is bejött a képbe, hogy ezzel hogyan lehetne napnak, hőnek, mozgási energiának a felhasználásával akár elektromos áramot is előállítani. Hogy jött be ez a képbe a történetben? Igazából én kettős irányból jött ez az egész. Az első az volt, hogy alapvetően gondolkodtunk azt, hogy mi hiányzik így a városból. Tudtuk azt, hogy igazából egy ilyen centralizált energiatermelés zajlik mindenhol, és jó lenne ezt decentralizálni, és igazából ott termelni energiát, ahol ténylegesen ezt fel is használjuk. És szerencsénkre pont ekkor indult egy pályázat, egy ilyen Smart City pályázat, ahol igazából lehetőséget kaptak nagyjából hozzánk hasonló fiatalok arra, hogyha van valamilyen ilyen alternatív ötletük, akkor azt így kipróbálják, arra kaptak egy kis pénzt, hogy ezzel így el tudjanak kezdeni dolgozni, és ebből valamilyen skiccet összehozni, ami igazából már tudja ábrázolni azt, hogy mi a végcélja ennek a terméknek, vagy milyen is lesz valójában ez a termék, hogyha kifejlődik. Tehát amikor ezen a pályázaton ti indultatok, akkor még nem volt a kezetekben kézzelfogható dolog? Ekkor igazából csak az ötlet volt meg, papírra vetve, és ez lett úgymond elküldve, és a pályázat alatt igazából ez nagyjából egy ilyen 6 hónapos időintervallum volt, amikor ténylegesen elkezdtük a fejlesztői munkát, elgondolkoztunk azon, hogy mit, hogyan lehet, milyen eszközöket lehet ebbe igazából ténylegesen integrálni, és a pályázat végére a kezünkben volt egy ilyen kis, hát igazából már úgymond prototípus, ami igazából tudta azt, hogy napelemmel energiát termel, illetve ebben a verzióban még benne volt például a lépésenergia, illetve az érzékelés.
Ezt a kis prototípust, ezt már úgy alkottátok meg, ahogy elképzeltétek az elméletbe, tehát fogtátok a használt műanyagot, és valahogyan különböző kémiai eljárások és gyártási technológia folyamán előállítottátok ezt, belőle? Ez tulajdonképpen egy klasszikus modellezési iparban használt metódussal készítettük el műanyagból. Ez még nem újra hasznosított műanyagból készült el, viszont már azt láttuk, hogy műanyagból ezt meg lehet-e csinálni, vagy sem, és ugye ez azt adta, hogy meg lehet csinálni. Indultatok a pályázaton, részt vettetek a pályázaton, és kiderült, hogy érdekli is a nagy közönséget az, amit ti kitaláltatok. Innentől hogyan haladtatok tovább ezzel a dologgal? Ugye ez 2015. szeptemberben volt, amikor lezárult ez a pályázat, és bemutattuk Budapesten a Design Terminálban ezt a prototípusunkat. És már a Design Terminál vezetőségének is nagyon tetszett az egész projekt. Kaptatok is egy díjat? Itt, ha jól tudom? Ez már idén volt. Tehát ez még 2015 év végén volt, és ezután segítettek minket abban, hogy különböző befektetőkkel találkozzunk, akiket szintén érdekelt a projekt, és szerettek volna belefektetni. És velük tárgyalásokat kezdtünk, és decemberre jutottunk el nagyjából odáig, hogy a legszimpatikusabb befektetői társaságot kiválasztottuk, és velük alapítottunk közösen egy céget. Sok volt az érdeklődő, vagy nehéz volt befektetőket találni? Mert ugye szokták mondani, hogy hát az Egyesült Államokban például a tengeren túl ugye dübörögnek ezek a startupok, amikor valakinek van egy jó ötlete, aztán vagy működik, vagy nem, de hihetetlen pénzeket beletesznek, mert ha megműködik, akkor gyakorlatilag óriási pénzeket tudnak belőle keresni a befektetők. Ez itt Magyarországon kivitelezhető volt? Talán egy kicsivel nehezebb, mint ez a Szilícium Völgyben. Ott azért sokkal jobban rá van erre így állva az egész éra, hogyha van valamilyen ötlet, abba ténylegesen hirtelen pénzt lehessen fektetni. Viszont szerintem nekünk egy kicsit szerencsénk is volt, illetve nagyon jó helyen voltunk abban a pillanatban, amikor tényleg a kezünkben volt már ez a prototípus, és így aránylag gyorsan ment így az egész procedúra, hogy nagyjából 3 hónap leforgása alatt így tényleg ott álltunk, hogy egy ilyen végstádiumban lévő befektetői tárgyaláson mentünk keresztül. Utána jött ennek igazából tényleg az ilyen jogi formába öntése, és nagyjából februárra voltunk ott, hogy ténylegesen aláírtunk minden papírt, és igazából kezdhettük a fejlesztést. És hogyan nézett ki ez a fejlesztés? Tehát itt 2016. februárjáról beszélünk. Igen, ugye? Igen. Tehát itt akkor most már munkához láttatok. Hogyan indultatok el? Émi felmondott, ez volt az első. Én ott hagytam az egyetemet. És igazából ketten főállásban kezdtük el a munkát. Mert hogy gondolom, ez teljes embert kívánt, tehát ezt nem lehet úgy, hogy még igen. Egyetemre járok, munkám van, ezt csinálom, azt csinálom, hát igen, tehát gondolom, ez felemészti az időt. Ezeket kellett kikötni a befektetőkkel, hogy kinek tudják finanszírozni a teljes állását, kinek a fél állását, ki tud megbízásos viszonyban valamilyen részegységgel foglalkozni. Neked már a skicc alatt is így többször tapasztaltuk azt, hogy így egyszer a kettő az igazából nem nagyon működik, mert mindig valahol azért valami hátrányt szenvedett, hogy vagy a munkában nem nagyon voltunk ott szellemileg, vagy éppenséggel a munka miatt nem tudtunk ott lenni, ahol ténylegesen fejleszteni kéne, vagy azzal foglalkozni, amit éppen szerettünk volna, és hát ez így nagyjából pont addig volt folytatható így állás mellett fejlesztés, amíg így csináltuk. De így, hogy már el kellett kezdeni a következő prototípust, ez már így biztos, hogy nem ment volna. Így van. És tehát a fejlesztés folyamatára visszatérve, nagyjából tudtuk azt, hogy mit akarunk. Volt valami fogalmunk arról, hogy zajlódik az iparban, hogy zajlik egy ilyen fejlesztői munka, és akkor kitűztünk részállomásokat, megneveztük a feladatokat, hogy miket kell megcsinálnunk, próbáltuk átültetni ugye az egyedi meglévő ötleteinket a gyakorlatba, és ezen szépen végigmentünk ezen a lépcsőn. Ugye a kedves nézők azt még nem látták, amikor mi az adás előtt beszélgettünk, de már szóba hoztuk, hogy hol tartotok most ezzel az egész fejlesztéssel, mert ugye az elmélet onnan indult, hogy akkor termeljetek, vagy termeljen ez a térbulkorat elektromos energiát mozgással, hővel, illetve a föld hőjével, illetve ugye természetesen a napelemeknek köszönhetően. Aztán mondtátok nekem, mielőtt nekifogtunk a beszélgetésnek, hogy árnyaltabb egy kicsit a kép, mert ahogy zajlott a fejlesztés, kiderült, hogy azért mégsem biztos, hogy minden úgy működik, mint ahogy elméletben lefektettétek. Igen, így részt vettünk egyébként egy mentor programban a Design Terminál által, ami olyan szempontból nagyon jó volt, hogy mind akár értékesítés vagy marketing területen, de ezen felül még ilyen úgymond műszaki területen is nagyon sok olyan emberrel tudtunk találkozni, aki azért még tőlünk is igazából sokkal inkább professzionálisan űzi az adott területeket. És sokat egyeztettünk, sokat beszéltünk arról, hogy az egészet hogy lehet összeállítani, hogy lesz ez egy piacképes termék,
hogy lesz ez ténylegesen rövid időn belül úgymond megvásárolható, alkalmazható, hogy fog megtérülni. És így néhány pontot úgymond el kellett csúsztatnunk, vagy esetleg ki kellett dobnunk így a rendszerből, ahhoz, hogy ténylegesen minél hamarabb készen legyen ez a termék arra, hogy így piacra kerüljön. És pont így a fejlesztési stádium alatt volt az, amikor így a hővel akartunk igazából játszadozni, hogy hőelemeket pakoltunk volna úgymond a burkolatba, és ezzel mondjuk a hősziget hatást így a nagyvárosokban lehetett volna csökkenteni, de utána a tapasztalat az nem teljesen egyezett az elmélettel, és rájöttünk, hogy ez így valójában annyira nem megvalósítható. Igen, mert ez egy érdekes dolog lett volna, ugye télen a havat le lehetett volna olvasztani róla, nyáron pedig képes lett volna hűteni saját magát, és ugye ezzel nyilván a környezetet is igen, egy kicsit kellemesebbé tenni. Pontosan. Igen. Hát pontosan. Az előbbit azt meg szerettük volna tartani, és ezt így valójában meg is tartottuk, hogy a havat, azt, vagy igazából a jegesedést azt továbbra is meg tudjuk szüntetni, úgymond a burkolattal, de viszont már abszolút más megoldást fogunk alkalmazni ezzel kapcsolatosan. És hát a lépési energia is most egy kicsit így csúszik olyan szempontból, hogy a fejlesztés és igazából a kivitelezés is annyira költséges lenne, illetve a terméknek az ára is annyira megemelkedne, hogy nem biztos, hogy ezt így az emberek így azonnal leszeretnék rakni a kis udvarukba, vagy a kapu bejárójukba, hogy ezt használják, ugyanis így nem valószínű, hogy megtérülne. Viszont tervezzük azt, hogy a közeljövőben igazából a fejlesztést azt erre is orientáljuk egy picit, és hogyha lehetőségünk van, akkor lehet, hogy ez is visszajön majd még a képbe. Igen, meg gondolom, akkor az lenne a célotok, hogy minél hamarabb piacképes legyen a termék, minél pontosan hamarabb el tudják kezdeni használni, és akkor, hogyha ez fölfut, akkor már sokkal több pénzt lehetne mondjuk fejlesztésre áldozni. Így van. De tulajdonképpen most elmondtad a stratégiánkat. Így van. Tehát nekünk most a piacon kell lennünk minél hamarabb megvásárolható termékkel kell, hogy rendelkezzünk. Ebből lehetőleg többet kell eladnunk, és aztán ugye a bevételeinkből tudjuk tovább finanszírozni az egyedi fejlesztéseket. A lépés energián kívül még van egy csomó más ötletünk, amit leszeretnénk fejleszteni. Nem gondoltatok egyetlen egy pillanatig sem arra, hogy esetleg elvigyétek ezt az egészet külföldre? Azért kérdezem ezt, én abszolút lokálpatrióta vagyok, tehát nem csak ország, mint Magyarország szintjén vagyok lokálpatrióta, hanem hajdunánási szinten is, tehát én örülök annak, hogy ti itt maradtatok Magyarországon, csak nagyon sokszor lehet azt látni, hogy ennek a megújuló energiaforrásokból dolgozó rendszereknek úgy igazából nincs túlságosan nagy hátszere, mondjuk Németországhoz képest, ahol pedig iszonyatos, hogy maga a kormány is micsoda erőforrásokat áldoz arra, hogy a megújuló energiákból megfelelő módon és hatékonyan tudjanak előállítani például elektromos áramot. Tehát nem volt a világnak olyan pontja, ahol lehet, hogy még inkább lendületet tudtatok volna adni ennek a történetnek? Gondolkoztatok ilyenben? Volt megkeresésünk így konkrétan a Szilícium Völgyből is, hogy esetleg kimehetnénk oda. Igazából annyira nem szerettük volna, nem tartottuk abban az életfázisban magunkat, amikor így most fognánk mindent, itt hagynánk és akkor így elindulnánk Amerikába. Illetve más európai országban valójában nem lett volna értelme a fejlesztéssel kimenni, mivel úgymond itthon talán sokkal kényelmesebben meg tudjuk oldani, sokkal nagyobb az ismeretségi körünk, hogyha valami problémánk van, akkor tudunk hova fordulni. Úgymond mellettünk vannak a régi egyetemi tanáraink, hogyha kell, akkor ők tudnak benne például majd segíteni. Illetve az egyetem az továbbra is segíteni szeretne bennem. És így azért ez egy ilyen biztos pont és egy biztos háttér ahhoz, hogy a fejlesztés tényleg megfelelően tudjon haladni. Viszont, hogyha most kimegyünk egy teljesen idegen környezetbe, ott is meg lehet, csak így valószínűleg sokkal, sokkal nagyobb költséggel jár az egész. Ettől függetlenül például az értékesítést azt elsősorban külföldre tervezzük, sokkal nagyobb a külföldi érteklődés iránt, mint például Magyarországon. Az mondjuk nem azt jelenti, hogy itt nincs, mert itt is nagyon sok helyről kapunk szerencsére megkeresést. És így végül is maradtunk. Úgy döntöttünk, hogy maradunk. Maga a fejlesztői csapat az Pesten helyezkedik el, viszont gyártás szempontjából viszont haza költözünk és az itt fog úgymond a kis gyártósor létrejönni nálásom. Mit gondoltok, mennyire lehet ezzel a termékkel betörni a piacra? Abból a szempontból és szemszögből kérdezem, hogy azért egy olyan
a dolognak kezdtétek el kapargatni a felszínét, ahol nagyon nagy cégek nagyon nagy pénzekkel állítanak elő elektromos energiát, nagyon nagy biznisz van benne, és ugye mennek a hőerőművek, mennek az atomerőművek, és pörög minden. És hát ugye ez a közeg nem igazán szereti átengedni az ilyen innovatív dolgokat, mert ha kiforja magát előbb-utóbb, ez ugye veszélyes lehet rájuk nézve. Olvastam azt, hogy kb. 12 négyzetméter elegendő lenne ebből, ha optimálisan működik egy lakásnak az évi, egy átlagos kis lakásnak az évi energiaszükségletének a fedezéséhez. Vagy hogyha mondjuk, és most egy kicsit puskázok itt a jegyzeteimből, ugye hát az a terv, hogy itt 2017 és 20 között körülbelül 1900 km út épül. És mondtátok, hogy ha ennek csak a 10%-át sikerülne ezzel lefedni, akkor körülbelül 1000-1200 gigawattnyi elektromos energiát talán elő lehetne állítani egy év alatt. Ez ugye Paksnak mint egy 8%, amit megtermel egy adott esztendőben. Tehát ez mind olyan dolog, hogy lehet, hogy még csak elmélet, de gyakorlatban mennyire lehet ezt keresztül vinni vajon a rendszeren? Így van, ezek az utóbbi számok, ezek ugye az alapműveletekkel való játék. Igen, ez most csak matematika volt, de tegyük fel, hogy tényleg meg lehet csinálni ezzel a dologgal. Mi tulajdonképpen a termékünket úgy érezzük, hogy sok ipari területnek a határfelületén áll, ugye egyrészt térburkolat, másrészt energiatermelő eszköz, így egyik piacra se lehet igazán besorolni a terméket. Tehát azt látjuk, hogy ez egy új piacot nyit. Ugyanis, hogyha megfigyeljük, a beton térkövek megjelenése óta nem változott semmi, azelőtt pedig megint 600 vagy 1000 évre visszamenőleg nem változott ebben az iparban semmi, ugye a bazalt kockaköveket rakták le, és ennyi volt. Tehát egy olyan szegmenst akarunk megújítani, teljesen más, hogy képzeljük el, ami nagyon régen nem változott érdemben. És így egy új piacot hozunk létre, és nagyon reméljük, hogy új piaci igények is képződnek mellette. A megkereséseink és a kapcsolataink, az új kapcsolataink ezt mutatják, hál' Istennek. És esetleg, amit úgy kérdezni akartam tőletek, az energia lobby és a nagy cégek esetleg nem koppanthatnak az orrotokra, hogy azért kicsit óvatosabban? Hát szerintem ez igazából nem, hogy az energiaigény az folyamatosan nő. Egyre több elektromos berendezést használnak az emberek, és igazából azzal, hogyha mi be is szállunk ebbe a piacba, nagyon sok év kell, hogy ténylegesen úgymond egy ilyen atomerőmű szintű termelést igazából létre lehessen hozni, akár hogyha egész Európa szinten gondolkodunk is. Illetve a naperőművek ettől függetlenül ugyanúgy terjednek, és ez egy olyan irány, amit igazából mindenhol támogatnak most így Európában, vagy akár tengeren túlon is. Így van. Hogy ez csak egy új alkalmazási területe igazából ilyen szempontból a napelemeknek. Hol tartotok most ezzel az egész történettel? Mert azt láttam fotókon, hogy ugye egy-egy darab 30x30 centit mondtatok, hogy körülbelül akkor egy ilyen térburkoló elem, hogy ilyenek azért már vannak, léteznek. Nagyobb felületen kipróbáltátok már, vagy hol tartanak most a fejlesztések? Összesen a prototipizálás során, amikor legyártottuk a széria kész, tehát szériára szánt prototípusainkat, ebből nagyjából egy ilyen 20 darabot hoztunk létre. Ez valamivel több, mint 2 négyzetméter. Ez szépen lassan a tesztek és a bemutatók során leamortizáltuk őket, és most ugye az előszériát, tehát a konkrét széria gyártott termékeket várjuk, hogy minél hamarabb el tudjuk készíteni őket, és aztán azt a termelést pedig felskálázni még az idei évben arra, hogy 2018-ban nagyon nagy mennyiségekben tudjunk előállítani és eladni belőle. Akkor ez azt jelenti, hogy sikerült mindent megoldanatok? Gondolok itt a külső körülmények, az időjárás viszontagságaira, hiszen egy olyan helyre tervezitek elhelyezni ezt az adott találmányotokat, ahol azért az időjárás nagyban befolyásolja a dolgokat, hol hideg van, hol meleg van, hol esik, hol süt rá nap, emberek közlekednek rajta. Ha esetleg nem tudom most hol tartotok a teherbírással, ugye gépjárművek végigmehetnek-e rajta, tehát hogy bírja a terhelést ez az egész történet? Hol tartotok most ezzel? Nagyjából úgy, hogy igazából mindent kipróbáltunk, egyelőre úgy látjuk, hogy a termék ilyen szempontból megfelelő lesz minden téren. Tehát strapabíró. Strapabíró. Utat mi egyelőre nem szeretnénk belőle készíteni. Ilyen szinten gondolkodunk benne, hogy például a parkoló, hogy autóforgalmat igazából elbír, viszont nem szeretnénk azt, hogy mondjuk ilyen 120-szal szaladgáljanak rajta az autók. Igazából nem erre való, inkább közterületek, járdák, biciklis utak és parkolók. Ez az igazi felhasználási területe. És ami most fog elkészülni, egy ilyen 5-6 darab ilyen pilot projekt, ilyen demo projekt,
Igazából ez lesz arra hivatott, hogy a ténylegesen olyan problémákat, amik még esetleg úgymond benne maradtak ebben a fejlesztésben, azokat meg tudjuk oldani. Erre úgymond most lesz valamivel több, mint egy évünk, és onnantól kezdve pedig ténylegesen mehet a széria gyártás. Olvastam egy cikk alatt egyik kommentelőtől, hogy azt mondta, hogy hát jó, ez mind szép meg jó, de gyakorlatilag nincs új a nap alatt, mert hogy máshol is létrehoztak már hasonló dolgokat. Brazíliában épült egy olyan futballstadion, ahol a futballisták a mozgással állítják elő az energiát, ami kell a stadionvilágításhoz. Hollandiában épült egy kerékpárút, ahol ugyanezt meg lehet csinálni. Na de hát aztán hozzátették, hogy igen, ám csak borzasztóan költséges a technológia. A tieteknek akkor az lenne egy nagyon fontos része, hogy olcsó és nagy mennyiségben előállítható legyen? Így van. Mi úgy terveztük a terméket, tehát végig azt figyeltük, hogy ez valamikor meg tudjon térülni annak a személynek, aki befektet és beruház egy ilyen átalakításba, vagy egy ilyen építő munkába. Igazából a példák, amiket hoztál, például Brazíliában a foci stadion világítást, a játékosok termelték, ez egy nagyon szép marketing kampány volt, semmi több, tehát ez nettó hazugság igazából. Az USA-ban egyébként autópályákat terveznek építeni napelemes szerkezetből, itt viszont olyan sok 10 milliárdos költségről beszélünk néhány száz méter autópálya esetében, ami teljesen biztos, hogy nem fog megvalósulni a gyakorlatban. A mi termékünk ezzel szemben pedig csak a legfelső kopóréteget próbálja megváltoztatni, és abba próbálja ezeket a technológiákat integrálni. Így nem változik meg az egész építkezési szerkezet és az egész építkezési szokás, és ez az újdonság benne, és ezért is megfizethető. Mik a tervek? Hogy fog ez kinézni, hogyha már nagy tételbe lehet gyártani? Mert hát ugye az ilyen térburkolatoknak ugye az egyik velejárója, hogy megpróbálnak játszani a színekkel, különböző formákat, alakzatokat raknak ki belőle. Nektek van valamilyen elképzelésetek, hogy változatos legyen? Vagy hogy fog ez kinézni? Egyáltalán hogy kell mondjuk elképzelni egy utcát, hogyha az le van burkolva ezzel? Hát igazából színekben elérhető nagyjából akármilyen színben, de ezt nagyjából a napelemnek a színe fogja mindig meghatározni. Így nagyjából a skála szerint így akármilyen szint lehet belőle keverni. Igazából a hatásfok, ami ezzel valószínűleg így egy kicsit romlik is minden esetben. Melyik a jobb a napelem szempontjából? A világosabb vagy a sötétebb szín? Hát általában a standardben így kék színek szoktak lenni a napelemek, és így nagyjából nálunk is az lesz a standard. De ettől függetlenül lehet színezni, csak hogyha viszünk bele bármilyen úgymond adalékanyagot, akkor igazából így maga a szilícium, amit felhordunk, az koszosabb lesz, és így egyszerűen rosszabb hatásfokunk. Említettétek, hogy a fejlesztés ugye Budapesten zajlik, viszont a gyártás az akár itt Hajdúnáláson is működhetne, vagy itt fog működni? Meg hát, ha jól tudom, a város is azért jelentkezett, hogy szívesen mellétek, mögétek állna. Így van, Hajdúnálás városvezetésétől nagyon sok támogatást kaptunk már, és a jövőben úgy néz ki, hogy nagyon, nagyon sokat is fogunk kapni. Ezért mi szeretnénk itthon gyártani, és itthon is fogjuk gyártani. Ennek a lehetősége és a jogi háttere összeállt, így biztosan itthon lesz a gyártás, ezt már kijelenthetjük ebben a fázisban. Vannak dolgok, amiket tudtok, hogy biztosan működni fog, és tudjátok, hogy fog működni, és vannak tervek és elképzelések, amiért dolgoztok, hogy azt is be tudjátok majd integrálni. Uh-huh. Ezt ugye elmondtátok az előbb. Hosszú távon mire készültök, mire számítotok? Nyilván gondolom valami olyat szeretnétek alkotni a 100%-os kiforrottságában, ami aztán tényleg nagyot robban a világba, és amivel azért kaszát lehet robbantani. Gondolom ez a cél azért hosszú távon, hogy ez egy olyan termék legyen, ami egy lesz veletek és a ti nevetekkel? Hát nagyjából ez, igen. Ez még tényleg elég a jövő zenéje, most ez a legfőbb célunk, hogy úgymond ez a termék álljon olyan szinten, hogy ténylegesen a piacon van, és egyelőre az energiánknak így a 150%-át így erre fordítjuk. Viszont van mellette nagyon sok olyan egyéb funkció, vagy egyéb ilyen adottságú burkolat, amit mindenféleképpen szeretnénk, hogyha lehetőségünk adódik, fejleszteni. És például ilyenek az intelligens burkolatok, amik interakcióba képesek lépni a felhasználóval, vagy olyan burkolat, ami kis magánhálózatot képes létrehozni a felhasználók között. És hát ez, nem tudom, egy ilyen 2-3 éven belül aktualizálódik, hogy ebből ténylegesen mikorra lesz egy következő lépési prototípus. Reméljük, hogy minél hamarabb. Hajdúnáláson mikor láthatjuk vajon az első olyan járdát, vagy felületet, vagy közteret, ahol ez a burkolat lesz? Mit gondoltok? Ha nagyon bizakodóak vagyunk, akkor azt mondhatjuk, hogy idén.
tehát 2017-ben, hogyha kevésbé bizakodok, akkor azt mondhatjuk, hogy 2018-ban. Ugye nagyon fontos és nagyon hasznos egy olyan felület, ami ugyanazt a terhelést kapja, mint a világon bárhol elhelyezett projektjeink, csak közel van a gyárhoz, hamar lehet revíziózni, hogyha valamit észreveszünk benne, és ugye ezeken a felületeken sok dolgot ki lehet próbálni egyből, és hamar meglátjuk, hogy ez működik-e vagy sem. A tesztelés szempontjából ideális. Igen, ez nagyon előnyös. Egy dolgot felejtettem el megkérdezni, de erre még mindenképpen kíváncsi lennék. Hogyan tudtok ezzel az egésszel rácsatlakozni az elektromos hálózatra? Vagyis pontosabban, hogyan tudja ez a hálózatba betermelni az energiát? Úgy kell ezt valahogy elképzelni, mint mondjuk, ha egy házon napelemtáblák helyezkednek el? Igazából ugye itt egy elektromos hálózaton kell lépkednünk. Itt számtalan olyan érintésvédelmi probléma volt, merült fel, ami a klasszikus tetőn alkalmazott napelemek esetében, hogyha egy az egybe ezt a technológiát lehoztuk volna a tetőről és betesszük az a talajba, életveszélyes. Az életveszélyes lett volna. Tehát nekünk erre egyedi megoldásokat kellett találni és fejleszteni. Talán azt mondhatom, hogy a fejlesztés során ez egy elég nehezen megoldható probléma volt, de tudtuk ennek a menetét és kijártuk. Tehát valamilyen szinten egy kisebb rendszer, kisebb léptékekből adódik össze, és úgy áll össze egy nagyobb napelemes rendszer itt a burkolati szinten. Ez egy kulcsfontosságú dolog az egész történetben, az egész fejlesztésben, és három alapvető konfigurációja lehet egy ilyen burkolatba épített napelemes rendszernek. Az egyik az, ahogy te is mondtad, hogy visszatápláljuk a hálózatba közvetlenül azt az energiát, ami ott valós időben megtermelődik. A másik az egy teljesen szigetüzemű, ami azt jelenti, hogy nincs kapcsolatban a hálózattal, akkumulátorpakokban vagy valós időben használja fel a környezetében lévő fogyasztó ezt az energiát, amit megtermelünk. Szóval van egy harmadik, ami a kettőnek a kombinációja, ebből elég sok mindent ki lehet hozni. Most hol tartotok ezzel? Ebből igazából mind a három verziót tudjuk. Itt csak a megrendelő múlik, hogy mit szeretne. Egy nagyon érdekes beszélgetés volt ez veletek. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok és elfogadtátok a meghívásunkat, és én csak azt tudom kívánni, hogy arccal erőre is minél hamarabb és minél gyorsabban, minél több sikert tudjatok elérni, mert tényleg egy borzasztóan érdekes találmány ez, és hát mindenki ugye arról szokott beszélni, hogy a zöld energiára egyre inkább és egyre nagyobb szükség van, mielőtt, és most csúnyán fogalmazok, egy kicsit kinyírjuk saját magunkat ezen a bolygón, ez is egy nagyon jó lépés lehet a jó irányba. Legyen így is, legyen sok sikeretek hozzá. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok a mai este folyamán. Mi is köszönjük. Köszönjük, hogy itt lettünk.